Dobogó. Mítikus magyar történelem. Nagyon sok szeretettel köszöntöm nézőinket. Ez itt a Dobogó mítikus magyar történelemnek a ezévi harmadik adása. Megint úgy látszik rám maradt a szerep, ez a hálátlan szerep, hogy egy kicsit a dohogásunkat elővezessem. Hát nem tudom, hogy tudják-e, kedves nézők, hogy mi történik a nagyvilágban. Persze ez egy rossz kérdés, mert hogy ne tudnák, hiszen nézik a tévét és olvassák az újságokat. Hát nincs híradó, amely nem arról szólna, hogy valamiféle természeti katasztrófa ne pusztítana a világban. Nagy-Britanniában, Skóciában például olyan vihar tombolt, hogy falvak tűntek el a föld felszínéről gyakorlatilag. Ugyanez a vihar a Balti-tenger felszínét egyetlen pillanat alatt például 2 méterrel emelte meg, ami annyit jelentett, hogy Lettország, Finnország partmenti városait elöntötte a víz. Hollandia is ugyanerre a sorsra jutott, a cunami pusztításáról pedig már tudunk. A mai hírek szerint Amerikát is elérte ez a természet pusztító ereje. Az egyik államban, Utahban házakat viszel a víz, Colorado-ban szélvihartomból, és az egyébként napsütéséről ismert Floridában pedig a jég ütötte fel a fejét. Hát mi történt? Mi történik itt? Mi folyik most a világban? Mint az előző adásunkban elmondtam, az ember végképp szembe helyezkedett, úgy látszik, a teremtéssel. És most a teremtés próbálja visszaterelni az embert a helyes útra. Nálunk a Kárpát-medencében, ha észrevették, akkor bármennyire is kívül tombolnak az elemek, nálunk éppen sütött a nap ezen a héten. És az évszakhoz képest nagyon kiváló időjárás volt, még meleg is volt. Ez persze nem azt jelenti, hogy mi mindent nagyon jól csinálunk. Ez inkább csak azt jelenti, hogy van a világnak egy pontja, ahová mindig visszahúzódhat az emberiség, hogyha nagy a veszély. Eljuthat egy magszerű állapotig, amiből aztán majd újra kihajthat a növény, amelyik már talán képes és akar a természettel és a teremtéssel együtt élni, harmóniában élni. Nem véletlen, hogy erre a területre fáj mindenkinek a foga. A cél minket a Kárpát-medencén kívül tudni, ezt azért nagyjából észre lehetett venni az elmúlt hetek, elmúlt évek eseményeiből, elmúlt évszázadok eseményeiből akár, amik már többször itt ebben a műsorban is elhangzottak. És ennek elérésére gazdasági és politikai trükköket is természetesen bevetnek. Mert kell ez a hely mindenkinek, aki túlélni szeretne. Egyetlen egy dolog nem kell nekik, a szellemisége. És ez nagyon szomorú. De mi most azért vagyunk itt, és azért van ez a műsor, hogy megmaradjon ez a szellemiség. Ennek nevében köszöntöm mai vendégemet, Molnár V. Józsefet ismét. Szervusz, Jóska bácsi. Én is köszöntöm a nézőket. Szeretettel és boldog új esztendőt kívánok. Köszönjük szépen a nézők nevében is, és természetesen mivel mással kezdenénk, mint az ő kalendáriumának az idézésével. Január 2-a Jézus neve napja. A régi módi katolikus magyarok legáltalánosabb arhaikus köszönési módja, dicsértessék a Jézus Krisztus. Ez a köszöntési mód másod Európában nem általános, csupán szomszédainknál. Föltehetően magyar hatásra található meg. Régen, ha munkába fogtak, útra indultak, Jézus nevével fohászkodtak. Kapisztrán Jézus monogramot festett azokra a zászlókra, amelyek alatt Nándorfehérvárnál legyőzik a törököt 1456-ban. Lendva vásárhelyen azt tartják, a Jézus neve napján hideg van, az állatok megszólalnak, s a hites ember érti beszédüket. Déli tájainkon ezen a napon fogadtak cselédeket, hogy Jézus neve áldásával köttessék a szolgálat. Január 6-a pedig vízkereszt napja. Erről fogunk is most nem sokára egy kicsit bővebben beszélni, de most egy picit megszakítanám a kalendáriumot, ugyanis egyetlen egy dologot megint elfelejtettem, természetesen régió szokásomhoz híven, hogy hát van egy történelmi esemény, amiről feltétlenül meg kell ma emlékeznünk, ugyanis ezen a napon, 1301. január 14-én hal ki az Árpádház. Hát harmadik András magyar királlyal, és e heti kérdésünk is ehhez kapcsolódik, természetesen nem erre a napra vagyunk kíváncsiak, mert ez egy elég szomorú nap nekünk, de melyik év volt harmadik András utolsó árpádházi királyunk uralkodásának kezdete? Magyarul mikor koronázták meg harmadik András utolsó árpádházi királyunkat? Ez a kérdés, és akkor folytatnánk vízkereszttel, tehát január 6-a vízkereszt, Jézus megkeresztelésének ünnepe. A néphagyományban a három királyok a karácsonyi ünnepkör zárónapja. E nappal kezdődik a farsang.
Dele és estéje a víg lakmározás és vendégeskedés alkalma volt. Esti haramszó után kántálás, csillag vagy három királyok járás tette elevenni a falut. Rákospalotán a legények libasorban egymás gubájának alsó csücskébe kapaszkodva, táncolva járták végig az utcákat. Az ország keleti és déli részein, végein templomi zászlókkal imádkozva, alkalmi énekekkel a patakhoz vonultak, amelynek ezen a napon aranyossá vált a vize. Jézus minden esztendő vízkeresztjén megmerül a vizekben. Néhol a betegek, különösen a kelésesek meg is fürödtek a patakban. Másutt azonban csak otthon mosdottak meg, a hazavitt Jézus áldott a vízben. A katolikusoknál a víz, só, kréta és házszentelés napja volt. A szentelt vízzel viharos időben a házat hintették meg, gyermek első fürdővízébe került, s a beteg halántékát mosogatták vele. A szentelt krétával a házigazda GMB-t, Gáspár Menyhild Boldizsár kezdőbetűjét rajzolta az ajtó szemöldök fájára, vagy gonoszűző napokon ezzel húzott keresztet az ajtóra. És akkor most itt megállunk egy pillanatra. Jó múltkorában, még tavaly, amikor decemberben utoljára beszélgettünk a karácsonyi ünnepkörről, akkor arról volt szó, hogy a fény születése után az ember már mozdul. Már mozdulnia kell. De a természet hogyan mozdul a néphagyomány szerint? Hogy mi történik a fény születése után a természetben? Igen. Hát a természetnek a mozdulása, moccanása egészen pontosan az vízkereszttel kezdődik. Ugyanis nem csak valamikor régen, 2000 évvel ezelőtt, valamivel több is már, merült meg Jézus a Jordánban, hanem minden esztendőben, vízkereszt napján megmerül a Jordánban, megmerül a vizekben, minden folyóban, minden patakban, tengerekben. Áldottá teszi a vizet, mint ahogy olvastad is a kalendáriumból. Ezen a napon fölébrednek a vizek. Lehet fagyos a teteje a patoknak, a folyónak, akkor is a víz már fölébred. A vízben lévő anyaság első moccanása ez. Nem köztudott, ezért hangsúlyan mondom, hogy a víz minden életnek az alapja, anyja és ágya. Ezzel kezdődik a természetes környezetünk ébredése az esztendőkörös változásrendben és az élőállatövi egyrendszerben, ami számunkra nagyon fontos. A vízöntőnek a hava kezdődik vele, amit a régiségben Boldogasszony havának neveztek. Ez a víz anyaságára ugye ott azt értjük alatta, a különböző elemekkel kapcsolatban, ugye minden elemet a régiség fölruházott egy minőséggel, hogy a vizet ebből az anyai minőséggel ruházta föl, mint ahogy a napot az apai minőséggel, a tüzet minőséggel ruházta föl. Hát a víz az ősanyaság. Így van. Tehát az ősanyaság az élet keletkezése itt a földi tereken, amikor a teremtő elhatározta, hogy élettel népesíti be a földet, a víz és a fény nászával kezdődött. A sárga, a teremtő fény csókolózott a kékkel. És ez a gyönyörű ebben az ősnászban, hogy a zöld volt az első élő, a klorofil. És ha összekevered a sárga meg a kék festéket, akkor a zöld jön ki belőle. A zöld az a fényes anyaság. A zöld az anyagban, az anyában, az örök anyában, az örök anyaságban munkálkodó fénynek, életnek a színe. És ilyenkor, vízkeresztkor mindig a nap, amelyik alkalmas arra, hogy megidézze a közénk született Istent Jézust, aranyossá teszi a vizet, fölébreszti azt, lehetőségét adja annak, hogy a zöld majd valamikor húsvétkor újra általános legyen körülöttünk a zöld arany, és a lelkünkben is. Ez a természet első moccanása. Az ősanya, a víz moccan először válik áldottá, lehetőségét adja a teremtésnek, az újrateremtésnek. A zöld az a szeretet színe is, ebben rögtön, tehát az az és az anyasághoz kötődik természetesen. Hát január, akkor folytatjuk, január 15-e remete Szent Pál apostolt ültetett nekik. 105 esztendős korában halt meg, két tanítványa temette el, senkinek nem árulták el a helyet. Erekéire mégis rátaláltak.
Történt, hogy Justinius császár, bizánci császár Zsófia nevű leányát ördögök szállták meg, és ők adták tudtára a lánynak, hogy csak Antal remete űzheti ki őket. Teofilus püspök indul a szent holttest fölkutatására, Gábor alkandja jelenti, mondja neki, hogy merre és miképpen keresse. Sok viszontagság után madár mutatja meg a sírhelyet, egy földig hajló ágú fa alatt, amelynek tövéből tiszta vízű forrás csörgedez, s oroszlánok is jöttek a segítségét. A szenterekével visszatérőben sok ember szabadult meg az ördögtől, és Zsófiából 9 ördögöt korbácsolt ki Antal. A debreceni kódexben lelhető legenda befejező imádsága érezteti, hogy Szent Antal tüze nem csak a testi betegséget, az orbáncot jelenti, hanem jelképesen minden ártalmat, kísértést, amely az ember elvesztésére a gonosztól származik. Antal apát ősidőktől a házi állatok védőszentje. Névünnepén Olaszország és Németország számos vidékén manapság is megszentelik a jószágot és az istállót. E kultikus gyakorlat a középkori Magyarországon is virágzott, történelmi hazánk déli vidékén páduai Szent Antal alakjához tapadva született újjá. Antal apát jele a disznó. Valamikor egyes falvak, esetleg családok hálából egy-egy disznót ajánlottak föl Szent Antal rendjének. Ezeket külön nevelték. Nyakukon csengő volt, amelynek gonoszűző, járványokat messzire riasztó erőt tulajdonítottak. A T alakú keresztnek egyiptomi vagy Antal kereszt a neve, amelyet megszentelve járvány, bőrbetegség, főleg Szent Antal tüze, továbbá kígyómarás távoltartására viseltek. Január 18-a pedig Piroska napja. A névnek és a napnak Piroska, Szent László lánya, a bizánci kereszténységnek Iréne néven tisztelt szentje adott hazai tekintét. Kis zomborban azt tartották, aki a szent tiszteletére piroskendőt köt a nyakába, még abban az esztendőben férjhez megy. A szegedi regula alapján, Piroska napján, ha fagy, 40 napig el nem hagy. Tehát ez is egy ilyen időjósló. Igen, de itt Piroska után jön egy olyan névünnep, ami a második moccanása a természetnek, ez pedig Sebestyén napja. 20-án, január 20-án van a naptári rendünkben, ezen a napon ugyanis fölébrednek a fák. A fák elolvásának időszaka az farkas napjához kötődik, ami október 31-e, akkortól lehetett a régiségbe fát vágni. Addig, amíg a fák alszanak. Mert azt tartották, ha a fa nem alszik, amikor kivágják, akkor igen rossz épületfa lesz belőle, igen rossz butorfa lesz belőle, idő előtt ki és szétszárad, elvérzik, ahogy mondták elején. Ezen a napon bennünket gyerekeket, a régi öregszülők zavartak ki az erdőbe jókorán hajnalban, hogy érezzük a fáknak a föléveredését, és nem csak érezni lehet, hanem hallani is lehet. Kimentünk, és csupa kíváncsiság volt valahányunk az erdőbe, egy csöfélelem is szorult belénk, természetes, a kora hajnali még sötét erdőbe, és döbbenetes volt tapasztalni azt, hogy valamelyik fa egyszer csak megmozdult, szél sehol, semmiféle szél, még csak szellő se volt, valamelyik fának egy pici ága megmozdult, aztán egy másik fának, aztán egy harmadiknak, aztán valamelyik fának egy nagyobb ága mozdult meg. Ahogy a fának a nedve, ahogy a régiek mondták eleink, a fának a vére megindult, tesegni kezdett, úgy a fák elkezdtek mozogni. És a bennünk lévő fa, mert valahányunkban van fa, életünknek a fája, vele együtt moccant a téli dermedésből. A fiatal fák, mint hogy a fiatal gyerek is ilyen, vehemensen, hirtelen ébredtek egyszerre, nem úgy, mint a tapasztalt öreg fák. És aki járja az erdőt, az sokszor tapasztalhatja, hogy láthatja, hogy némely fának a törzse az kiforrott, kirepett a tövétől egészen a elágazásig. Most ebben a alignezben, amit a fák ágainak moccanása tett, ebben a alignezben időnként hatalmas durranást is tapasztaltunk. Olyanféle durranás, mint amikor rianás van a Balaton és a jég hirtelen ketté törik. Belerezzentünk. A fiatal fának a hirtelen ébredéstől kirepett a törzse.
Ez a második ébredése a természetnek. Ez a második ébredése a természetnek. A víz, aztán a fák ébrednek. Most a fák ébrednek. Viszont még egy ünnepünk van még 20-a előtt, Szent Margitnak az ünnepe, amit mindenféleképpen meg kell, mint egy hiszen hát negyedik Béla királyunk lányáról van szó. Tehát Margit a tatárjárás idején fogant, hetedik gyermekként született, király atya engesztelésül Istennek ajánlotta. Margit a Nyulak szigetén emelt Boldogasszony kolostorban anyanyelvén ismerkedik meg a Bibliával és a szentek legendáival. Jézus szenvedése tölti be életét. Alázatra törekszik, vállalja a legmegalázóbb, legszennyesebb munkát is. Sanyargatja magát tőüses veszővel, sündisznó bőréből csinált ostorral is. Életét a középkorban Ráskai Lea írja le. Ikonográfiának jellemzője, hogy fekete fájtlát és köpenyét csillagok díszítik, kezében liliomot, olykor könyvet is tart. Koronája az ábrázolásokon rendesen a földön hever. Ha három koronát látunk alakja mellett, a kikosarazott három királyi kérőt jelenti azokat. Viszont 22-én, hogy most megint ugorjunk egyet, és ebestsérnap után Vince nap következik. Igen, én voltam türelmetlen, ilyen bizonytői türelmetlenség feszül bennem. Azért szeretném volna mielőtt beszélni a fák fölébredéséről. A fák ébredése kapcsán még, hadd mondom el, hogy az emberek ma is vágynak arra, hogy a természettel találkozzanak, kirándulni mennek. Én azt ajánlom, hogy a kirándulásokat olyan időpontra tegyék, és nem bánják meg, különösen a gyerekek szülők nem bánják meg, amikor valami nagyon fontos dolog történik a természetes környezetünkben. Érdemes időt áldozni rá, időt szentelni rá, hogy valaki sebestjén napján érezze, miféleképpen ébred fel a fal, miféleképpen ébrednek fel a erdő. Azért is érdemes, mert mint ahogy említettem, bennünk is ott van a fa, életünk fája. És ebben az időszakban, a vizöntő moccantó napjaiban életünk fája is felébred, és gyönyörű tapasztalni azt, hogy együtt ébredünk fel a fákkal. Ember moccanatlan barátai közül, helyet változtatni nem tudó barátai közül egészen pontosan, a legközelebb álló az a fa. Valamikor, ha megszületett egy gyerek, akkor fát ültettek a tiszteletére is. Vele együtt nőtt föl ez a fa. Elkísérte egész élete végéig, túlélte, és mikor meghalt, az élete fájának tövébe temették el a régi magyarok. De Vince napján mi történik? 22. Vince napján tovább moccan a természetes környezet. Vince napján a bokrok ébrednek föl. Föntről lefele történik ez az ébredés. Ilyenkor a szőlők már elkezdenek rügyezni. Valamikor meccettek a venyigéből, a szőlővenyigéből, és azt beletették egy pohár vízbe. És jósolni tudtak arra, ahogyan a pohár vízbe szaporán fejlődött a rügy, hogy milyen lesz majd a szőlőtermés. Azt hiszem, hogy Kőszegen a mai napig megvan még a szőlő jövésének könyve, mert minden esztendőben bejegyzik azt, hogy mekkorára gyúszott a vízbetett szőlővenyige szőlővesző, és ezen a napon tartották a madarak a nászukat. Azok a madarak, amelyek soha nem mennek ki erről a környezetről, nem keresnek melegebb hazát akkor, amikor zordra földül az időjárás. Fontos volt ez a madarak násza, és ezen a napon nem volt szabad kimenni az erdőbe. Ahogy kizavartak bennünket, idézőjelbe zavartak bennünket két nappal előtt az erdőbe, úgy ilyenkor visszatartottak bennünket attól, hogy az erdőbe menjünk. Isten őriz, hogy megszabadjuk a madaroknak a nászát. És a madarak násza égi nászt jelzett, és ez az égi nász, illetve az égi násznak a küszöbe, az a következő nap ünnepén történt, ez Mária mennyegzőjének a napja. Így van, erről pedig azt írod a könyvedben, hogy Mária eljegyzésének a napja január 23-a. Hagyomány világa olykor a kánai mennyegző vasárnapjának szokásaival is vegyül. Mária menyasszonyságának ünnepe, az asszonyi sors megdicsőülése, a paraszt lakodalom égi mása. A lakodalmak javát a régiségben nagy farsangkor tartották.
A napot általában csak jámbor közösségek, olvasótársulatok, harmadrend tagjai ünnepelték meg, rendszerint előjáróik hajlékaiban. Jászberény kivételével, mert itt az ájtatosság a Szent Kuti templomban történik. A hagyomány egyébként is a jászságban virágzik leginkább. Nagykörű faluban századunk elején az öregasszonyok előjárójuk házában összegyülekezvén imádkoztak, énekeltek, majd a végén kalácsot ettek, bort ittak, olykor még táncra is kerekedtek. Guta, Komárom megyei mezővárosban valamelyik háznál e napon csak úgy terítettek, mint rendesen lakodalomkor, és meghívták az ismerősöket. Készítettek Szűz Máriának kertet, és oda tették József veszélyét. A kert Mária szoborból állt, amelyet papírrózsával raktak körbe, Szent József vagy Jézus veszélye szintén papírrózsával öltöztetett pálca. Meghívtak 6 érintetlen fiatal lányt, és ezek papírrózsa koszorút tettek a fejükre. Egyikük közülük Mária volt, fején fájtlat viselt. Választottak aztán Szent Józsefet, s nagy szertartásossággal eljátszották a szűzi menyegzőt. A hatvani asszonyok Mária menyegzőjére gondosan elkészítik a házi oltárt. Fehér hímzett terítővel fedik az asztalt, amelyre ránéző és baloldalt Szent Anna képe kerül a gyermeklány Máriával. Középre Mária szobra, hátterében sugaras elrendezésben lucfenyő ágai, amelyek ezüst szálakkal ékítettek, s jobb oldalra Mária és a gyermek Jézus képét teszik. Itt most fölmerül a kérdés, lucfenyő. Tehát megint előkerül a fenyő. Karácsonyról kerül elő a fenyő? Ez nem a karácsonyi fenyő. A fenyő a fényfája. A fényfája. Fenyő és fény összetartozik egymással, és a fenyőnek itt a Máriát megdicsőíti szerepe adódik, a szüzet megdicsőítő szerepe adódik. Nem a karácsonyfáról kerül, karácsonyfa ilyenkor nincsen, nem tudom mennyire köztudott, de viszkereszkor leszették a karácsonyfáról a díszeket, és viszkereszkor gondoskodtak arról, hogy a karácsonyfának minden tűlevele az elégje, nehogy a rontás az rossz. Az hozzáférjen. Tehát a karácsonyi fenyőről itt már szó sincsen. Ez az a fenyő, ami ott van az ember környezetében. A fényfája, a fényt adja. Mit kell még tudnunk Mária eljegyzéséről? A Mária eljegyzése az nagyon fontos. Ma is csinálják ezt. És a Faloskuti templomban is, minden esztendőben, a mai napig Mária eljegyzését megünneplik, eljátszák ezt a játékot. Állítólag a templomból azért tiltották ki ezt az ünnepet, mert egyszer 60-ban, a Ferences templomban, amikor a kánai mennyegző jelenetében vidámságukban az asszonyok papucsokat dobáltak, akkor véletlen fejbe dobták az egyik Ferences szerzetest, és azóta nem engedik a templomba eljátszani ezt a csuda dolgot. Mindenképpen tudni kell erről a Mária eljegyzéséről, hogy talán a legteljesebben maradt meg benne a Isten tiszteletnek a 3 fontos elengedhetetlen része. Elnézést kérek. A Mária mennyegzője az hosszú-hosszú litánia renddel kezdődik. Ebben a hosszú litánia rendben révületbe kerül az ember. A hosszú imádság rend az olyan, mint a dobverés. Télidő fölé emeli az embert. És amikor révületben vannak a játékot tevők, akkor valamelyik asszony felolvassa a történetét Mária eljegyzésének. Kinyílott a lelket, megkapod az időszerű üzenetet, és miután töltekeztél kinyílott lélekkel a megkapott üzenetből, utána visszalépsz a mindennapokba, és hatalmas nagy vidámsággal a templomba is táncra perdültek az asszonyok, mert rendszerint asszonyok játszották el, ittak, ettek, maradtak, lakodalmaztak. Ekkor dobálták egyébként a papucsokat is. Minden szertartásnak, minden Isten felé közeledésünknek ez a hármasság kéne az alapja legyen. A révületbe hozom magamat, Isten tenyerére emel, ott megkapom az időszerű szót, ami rendez engem, és rendezett emberként pedig vidáman lépjek le Isten tenyeréről, tegyem a dolgomat. De a Mária mennyegzőjének más szerepe is volt. Bálint Sándor, kiváló régi néprajzosunk,
azt írja erről, hogy a paraszlakodalmaknak a megszentelése. A paraszlakodalmak ugyanis régen nagy harsankor történtek. Nem lehetett akármikor a lakodalmat megtartani. Nem véletlen az, hogy Vízkereszt utáni első vasárnap, régi neve, az a hirdetett első vasárnapja. A második vasárnap a hirdetett második vasárnapja, és a harmadik a hirdetett harmadik vasárnapja. Esküvő előtt köztudottan háromszor kell hirdetni a házaspárt, hogyha valakinek kifogása merül föl a két ember összekelése ellen, akkor azt meg tudja tenni, hogyha kiderül közbe valami a két ember között, vagy a két nemzetség között. Ebből könnyen ki lehet számolni, hogy a lakodalom a harmadik hirdetett vasárnapja után történt valamikor, is ez közel esett farsangfarkához. Nagy kérdés az, hogy miért ragaszkodtak a nagy farsanghoz régen, miért pont akkor tartották a lakodalmat. Butának tartom azt az érvelést, amihez ragaszkodik néhány akadémikus néprajzosunk, hogy télen ért rá a paraszt ember lakodalmazni. Ez igaz? De miért nem tartott adventbe? Na jó, akkor vőd volt. Vagy miért nem tartotta mondjuk karácsony után a karácsony és Vízkereszt közötti időszakba, nagy karácsony és kis karácsony között. Nem, ennek egészen más oka van. És én ígéretet kaptam tőled arra, hogy a következő alkalommal farsangról beszéljünk, akkor megpróbálom majd okolni, nem magam kitalálta okkal, hanem népünk által megtartott okkal, hogy miért pont farsang farkán kell lenni a lakodalomnak, és ez egybe átvezet majd bennünket a nagybőtbe is. Amit még a lakodalomról szeretnék mondani, az annyi, hogy valóban a lakodalom előkészületeit már ők ezzel a gyönyörű Mária játékkal, Mária eljegyzésével szentelték meg. A régi ember a semmilyen munkához nem fogott, Isten segítségének kérése nélkül. Emlékszem rá, nem egészen ehhez az időszakhoz tartozik, de ebben az időszakban is történt. Édesanyám, ha a tyúkot etette, akkor mielőtt szórta volna a magot a tyúkok elé, a kötényében lévő szemre keresztet rajzolt. Aztán, amikor szórta a magot a tyúkok elé, azok összecsomolyodtak, akkor az összecsomolyodott tyúkokra is keresztet rajzolt. És amikor én megkérdeztem tőle, hogy még kell ezt csinálni, édesanyám mondta, hogy egészségükre váljék. Tehát minden munkát küszöbbel, szentséges küszöbbel, Istenhez való fohásszal kezdte, Isten áldásával kezdte, hiszen az egyelőszárú kereszt, népünk tudásában erről itt már szó volt, az ige, a teremtő, kiáradó szava és a teremtői rend a világban. Természetesen, hogy a lakodalomhoz is, a lakodalom előkészületehez úgy kezdett hozzá, hogy ezzel a szentséges játékkal küszöbét adta neki. Ezzel a szentséges játékkal Isten áldását kérte a lakodalomra. A régi kalendáriumban, és annak szokásrendszerében minden a helyén van, és mindennek szerepe van, nem csak úgy oda került véletlenül. Nem öncélú a történet. Igen. Mitől van az szerinted, hogy a templomok elvesztették ennyire ezt a jelentőségüket? Tehát ott ma már nem lehet ilyet tapasztalni, meg látni, hogy örülnének a templom, táncra fördülnek a templom, ez elképzelhetetlen ma. Igen, igen. Hát az egyház, mint intézmény, egyre távolabb kerül attól, ami az őskereszténységben még természetes volt. Az egyház, mint intézmény természetesen emberekből tevődik össze, és azok az emberek, akik az intézménynek a vezetői, azok is gyalogok, mint a rossz, még ha nem akarják elismerni akkor is, és egyre inkább próbálják hozzáigazítani az úgynevezett civil fejlődéshez az egyházi liturgiának a rendjét, és valami rossz berögzöttség miatt az örömről ugyan beszélnek, de az örömnek a megnyilvánulását azt nem tűrik, nem szeretik a templomba. Azért van kivétel.
hála Isten, jó néhány tisztelendő úr megengedi a örömöt a templomban. Hála Istennek, hogy azért még vannak, akik megőrzik ezeket a hagyományokat, mert tényleg szomorúan tapasztalja az ember is, amit a műsor elején is itt próbáltam érzékeltetni, hogy gyakorlatilag elvesztettük a teremtéssel a kapcsolatot, és ez az ilyen játékok, amiket a templomokban bevittek, az mind-mind azt szolgált, hogy egyfajta kapcsolat, te is elmondtad, hogy egyfajta kapcsolatfelvétel a teremtővel, aminek megvan a maga szabálya, megvan a maga rítusai, de fölvenni a teremtéssel a kapcsolatot, mert csak akkor tudok benne élni. Igen, még valami fontosat szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy eleink azt tartották, hogy a ház, amiben lakunk, a hajlé, az azért olyan, azért van fehérre meszelve például, vagy világos kékre a gyimesi csángóságba, hogy a Jóisten jó érezze magát benne. Tehát a Jóisten háza. A székelyek némely helyen, némely faluban még ma is azt írják fel a ház homlokzatára, hogy ez a ház a Jóistené, mi csak vendégek vagyunk benne. Az Isten házat viszont saját házának tartotta. Saját házát Isten házának, és Isten házát saját házának tartotta. És úgy viselkedett ott, miután megtellett az időszerű szentigével, révületben, úgy viselkedett ott, ahogy a saját házában az ember viselkedik. Fölszabadultan, tele örömmel. Most ennek az okát az is adja, tudod, hogy az egyházatyák közül jó néhányan, mert nyilván savanyú borkának születtek, valami oka van ennek, úgy érezték, hogy a hangoskodás, a vidámság, az pogány szokás volt. És azt a katolikus, illetve hát a keresztény templomoktól távol kell tartani. Igen, csak hát ez szomorú. Ez nagyon szomorú és ostoba dolog. Igen. No, hát akkor haladjunk tovább az évkörben. Január 25-e Pál fordulásának napja, a Szegeden jóra forduló Pál az apostol megtérésének emlékezete. E nap időjárásáról a termésre, a gazdaság kilátásaira következtetett a régi falu népe. A jó idő jó termést jelentett, a köd a jószág pusztulását, a szélvihar háborút. Szentesen azt tartják, hogy ha szeles pálfordulás, akkor részen hadakozás. A családapácaiak szerint, ha szép, derült az idő, akkor még annyi hideg napra lehet számítani, amennyi az esztendőből már eltelt. Klára falván e napon megpiszkálták a ludak fenekét, hogy szaporán toljanak. Az öreg asszonyok Magyarbánhegyesen azt kérték Páltól, hogy fordítsa meg a rostát. A székesfehérváriak mondásában Pál fele kenyér, fele bor. Az elmúlt év termésének fele ekkorra ugyanis már elfogyott. A másik felét a tavaszi újulásig nagyon beosztották a módos családok is. Zalaszent Balázson így módosult a vélekedést. Fele kenyér, fele széna, fele fa. Régen e napon a Galga mentén Öcsöt környékén is pál pogácsát sütöttek. Sütés előtt a család minden tagja kiválasztott egy pogácsát, s liba tollat szúrt bele. Akinek a tolla megperzselődött, még abban az esztendőben számíthatott a halálra. Somlóvidéken azt tartották, hogy e napon a határban minden esztendőben valaki megfagy, mert a tél megköveteli áldozatát. Nem lehetetlen, hogy az átfordulás ősi ember áldozata maradt fönt ebben a vélekedésben. Halál nélkül ugyanis nincs megújulás. E nap terményvarázsló szokás volt, hogy a hagymadugványos tarisznyát fordítva akasztották vissza, és megfordították a szögön a szitát. Tudunk még valamit erről a pálfordulásos napról? De pálfordulásos napról annyit kell tudni, hogy ez a vizöntőnek a kezdete, és mégis azt mondtuk, hogy vízkereszkor kezdődik a vizöntő. Mindenféle szokás, ami hozzá kötődik, ez a fordulással kapcsolatos, jóra forduló pálnak is mondják sok helyen ezt a pál, mert ekkor érzi az ember már a víz, a fa, a bokor, a madarak násza után, hogy tényleg fordulás történt. De az ember ki tud emelkedni abból a szögletes európaias gondolkodásból, amelyben ma tölti a napjai, akkor egyértelmű számára, hogy a küszöb már a vízöntő. És a küszöb itt a víznek a fölébredése, a fák fölébredése, a bokrok fölébredése, és a madaroknak a násza, ugyancsak ébredéses násza. De ekkor már pontosan, tisztán, világosan érzem azt, hogy most már nincs visszaút. Ezt már nem lehet visszafordítani. És ezt Pállal érzem.
És Pánnak a bibliai történetét is a régiek igen-igen fontosnak tartották. Hallatlan fontosnak tartották. A mai emberek között, értelmiségek között vannak jó néhányan olyanok, akik elfogadják a többi apostolt, akiket közvetlenül hívott el Isten szolgálatra, de azt mondják, hogy Pál az nem fér bele. Isteni intézkedésbe Pál önmagát nevezte ki apostolnak. Ezek az emberek elfeledkeznek valami lényegi dologról, ez a lényegi dolog pedig az, hogy éppen Jézussal, az élő Istennel, a közénk született élő Istennel fordul meg minden. Éppen Jézus a közénk születő élő Isten adja lehetőségét annak, hogy a legganajabb ember is életében egyszer megfordulhasson, Isten felé fordulhasson. Ha valaki összetéveszteli ezt az egyszeri fordulatot a eltársaknak a forgolódásával, az nagyon téved. És ha arra gondol, akkor igaza van. Ha nem lenne Pál fordulása, akkor az ember élet a mindenféle gyarlósággal valósuló ember élet az reménytelen lenne. Van olyan ember, akinek a fordulása az élete utolsó hetébe történik meg. Ilyen volt Illyes Gyula. Illyes Gyula kiváló költő, nagyszerű magyar ember. Illyes Gyula tüntetően távol tartotta magát a hittől, Isten hittől. Direkt nem mondom azt, hogy a pogányságtól, az Isten hittől, mert a pogányság más jelent. Pap Gábortól tudjuk, hogy a falusit jelentette a pogán. A falusi keresztényt is pogánynak nevezték a régiségben. És élete utolsó napjaiban, amikor benne is megszólalt az elhívó harang, vagy csengőcske, akkor papot kéretett. Fölvette az utolsó kenetet, és megtért Istenhez. Élete utolsó hetébe a teremtői kegyelem megengedte ezt a fordulatot, lehetővé tette ezt a fordulatot. Pál fordulását meg kell érteni, Pál fordulása nélkül nincs újulása a teremtett körülöttünk lévő élő mindeneknek, és Pál fordulása lehetősége nélkül nincs lehetősége az embernek arra, hogy Isten felé forduljon, igazán Isten felé forduljon az istentelenségből. Ez Pál fordulás az maga az ingyen kegyelem. Igen, pontosan erről. És hát nem véletlenül kerül rá a koronánkra sem. Pontosan. A magyar szemkoronára sem azért kerül, mert egy rossz képi program lenne rajta, hanem annak ott helye van. Persze, és ha valaki ismeri saját népének a műveltségét, azt a végtelen és tisztességes, és mindenben, minden idővillanásban jelenlévő istenhitet és vallásosságot, akkor helyére tudja tenni Pál szerepét is a Bibliában, illetve a kereszténységben. Pontosan. És akkor elékeztünk itt már februárhoz, február első nagy ünnepéhez, illetve az első boldogasszony ünnepünkhöz, gyertyaszentelő boldogasszony ünnepéhez, február másodikához. Mária tisztulásának napja, görögül hipapanté, vagyis találkozás, amikor a világ világosságát Jézust a mózesi törvény szerint bemutatta a templomba. A szabolcsi zsinat 1992-ben a kötelező ünnepek közé sorolta. A régi rómaiak Mars anyjának tiszteletére minden ötödik esztendőben égő fáklyákkal és szövétnekekkel járták a határt a napon. A kereszténységben égő gyertyákkal kerülték a Szentegyházat, néhol a határt is, ünnepelve, hogy Mária világos, mentes a bűntől. És ünnepeltek a gyertya példázatával is. A gyertya méhviasza, Jézus tiszta teste, a viasz alatt való bél az ő ártatlan szent lelke, a tűz pedig a világosság az ő istensége. A szentelt gyertya már az ókeresztény korban Krisztus jelképe, magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. A szentelt gyertya egyike a legrégibb szentelményeknek. A középkorban ezen a napon először a tüzet áldották meg, ennél gyújtották aztán meg a gyertyát. A félegyháziak a szentelt gyertyát Mária gyertyának nevezik. Simeon és Anna a templomban bemutatott Jézust, akiről immár nem csak hallottak, hanem meg is tapinthatták, a világ világosságának nevezte, ennek jelképe a szent gyertya, amely foganatos égi háború, villámlás, jégeső és a gonosz kísértés ellen.
Kevés olyan katolikus paraszthajlék akad, ahol manapság is még ne volna szentelt gyertya. Régebben a sublót vagy ládafiában tartották, vagy halványkék szalaggal átkötve a falra akasztották, némely helyen szent, a szent sarok a házi oltár éke volt. Főképpen vihar idején gyújtották meg, és imádkoztak mellette, de égett vízkereszti házszentelésnél is. Ez az utolsó mozzanat a természet ébredésének. Mi ébred ilyenkor már? Igen, ilyenkor a Föld ébred föl. De mielőtt szólnék a Föld fölébredéséről, hadd mondom el, hogy a szentelt gyertya az végkísérte az embert egész életében. Szentelt gyertya égett a önszületés napján az asztalon, amikor a bába segített otthon a születésben. Szentelt gyertya égett mindaddig a boldogasszony ágya mellett, amíg meg nem keresztelték a gyereket éjjel-nappal. Amikor már megkeresztelték éjjel, akkor is égett a szentelt gyertya, mindaddig még az asszony a boldogasszony ágyát feküdte. A szentelt gyertya az ott volt a padlás terén is, amikor először feküdt össze a fiatal házas pár. Amikor a padlás terén Istenhez közel vetették meg a nászágyat. A szentelt gyertya az ott volt a halálnál is. Amikor haldokolt a régi ember, és otthon haltak meg, otthon születtek és otthon haltak meg az emberek, akkor egy szentelt gyertyát adtak a kezébe. Azért adták ezt a jézusi jelképet a kezébe, hogy ne kelljen neki káromkodnia, amikor azon a nagyon szűk kis folyosón ebből a világból a másik világba kell távoznia. Ugyanis a régi embernek a hite szerint Jézus, amikor a keresztfán szenvedett, mielőtt kilehelte a lelkét, káromkodott. Igen, halál előtt azt kiáltotta, hogy Éli, Éli, lamma szabaktáni. A keresztre feszített Isten azt kiáltotta, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És ezzel a megváltói káromkodással, tudom, hogy iszonyat kimondani is ez, váltott meg bennünket attól, hogy mi káromkodjunk, amikor ki kell lehelni a lelkünket. És ez a gyertya, amelyik szent, tiszta, egész hittel Jézust idézte meg a régi ember számára, megmentette őt attól, amit érettünk a keresztfán, a szégyen fáján, a bűn fáján, a mocsok fáján, az üdvözítő megtett. Nagyon szögletesen írtuk mi a Bibliát is. Nagyon egyoldalúan és nagyon lugozottan továbbítjuk mindazt, ami abban történt. Isten hatalmasat tett akkor, amikor ide születik közénk. Isten a leghatalmasabbat tette, amikor elveszi a világ bűneit, a mindenkori ember bűnét, a milyenket is, a voltakét is, és azokét is, akik majd lesznek. És döbbenetes dolog volt. Az egész hitű ember számára ez volt a legdöbbenetesebb. Hogy Isten halála előtt káromkodik azért, hogy nekem ne kelljen majd a halálom előtt káromkodni. A Föld fölébredése. Gyertyaszentelő boldogasszony. Gyertyaszentelő boldogasszonynak a tartalma, amit olvastál is a kalendáriumból, hogy Máriának, mint ahogy minden más asszonynak is, 40 nap után be kellett mutatni a templomba a gyermeket. Azelőtt az emberek Mária környezetében csak hallottak arról, hogy megszületett a Mesiás, remény volt a lelkükbe, de ím most 40 nappal a születés után már tapasztalást is szerezhettek róla. Hiszen, mint ahogy a Biblia említi, Simeon a kezébe veszi a megváltót, közvetlen tapasztalásom arról, nem csak látja, nem csak hallott róla, nem csak látja, hanem tapasztalja is. Nos, nem véletlen volt az a kereszténység előtti mezőt járó körmenet, és nem véletlen volt a régiségben, a kereszténységben már a mezőt járó körmenet. Ugyanis minden esztendőben ilyenkor a
teremtés, a teremtett világ, az élő világ nagy templomában, a mindenség templomában, a földi templomban bemutatja Mária Jézust. Sokan kérdezik ezt, hogy hogy lehetséges. Ez úgy lehetséges, hogy a föld az kétféle dologból tevődik össze. Ezen kívül természetesen vannak más összetevői is, de ezek a fő összetevők. Az egyik az a asszonyi női növényi áldozat, ami a skorpió habában novemberben földre csúkaszult növényi áldozat. Vagy a határban elhullott állat, vagy akár az elhalt embernek a teste. A föld egyik része, ezt humusznak nevezzük, anyai, anyaság, az örök anyai áldozat. De a föld másik összetevője, az fiúi. Ugyanis a föld tele van apró kristályszemcsékkel. Ezek a kristályszemcsék, ahányan vannak, annyiféle fajták, és annyiféle nagyságban. Két egyforma nincs közöttük. És ezek a kristályszemcsék egész esztendőben szívják magukba az áldott napnak a melegét, és őrzik, magukba őrzik. És gyertyaszentelő boldogasszony napján ezekből a kristályszemcsékből a napsugár, az őrzött napsugár, az őrzött drága teremtő és törvény adójú, az kiszabadul, ki elszabadul. Mária, a humusz, minden esztendőben, a mindenség földi templomában bemutatja Jézust. Bemutatja a kristályszemcsékből elszabaduló teremtő és törvényadó fényessége. Ezek az ünnepek, nem lehet elégszer mondani, nem véletlen kerültek a naptárba ide, vagy oda, vagy amoda. Ami Jézusnak az története, az egyben a teremtett világ minden esztendőben megújuló története. Csuda dolog volt ez. Tud, a régi ember, amikor ment Jézussal a kezébe, a határba, a mindenség templomába, körmenetezett, révületes, imádságos, énekes lélekkel, akkor most ott lentről, a földanyától, a földanya öléből, kiszabaduló Jézusi fényből érezte azt, hogy én igen. Nem csak hallottam arról, hogy megszületett, én igen. Nem csak láttam a megszületettet, hanem tapasztalom is őt. A régi ember, aki megőrizte minden vele született érzékenységét, a régi ember szükségképpen, éppen a megtartott érzékenység miatt érezhette ilyenkor Jézust. Én ma azt tanácsolom a óvodákban, meg iskolákban, amelyre járok, hogy ilyenkor megint oda kell menni a mindenség templomában. Ott kell hagyni a büdös, bűzös, szinte semmire nem jó városokat, mondom, szinte semmire nem jó városokat. Nem ki kell menni a természetbe, hanem be kell menni a természet templomába. És ha visz magával egy írtókapát a tanár úr, vagy a óvónéni, és azzal a írtókapával belevág a fagyos földbe, mert általában ilyenkor még fagyosak a földek, és a kisgyerek beledughatja oda a kezét, akkor csuda jelenik meg az arcán. És szól is az óvodás gyerek, hogy óvónéni, ez meleg. Érzékeli Jézust. Jézus melegéből kap ízelítőt. Ne zárjuk el ettől a gyerekeinket. Nem csak itt kell hallani arról, hogy ő van, és minden esztendőben újra megszületik, a lelkünkbe születik meg, hanem tapasztalni is kell őt, aki van, aki arakké van. Egy pesti történetet hadd mondok el. Egyik alkalommal, amikor erről beszélgettem előadásomon, egy nyugdíjas házas pár mellém szegődött, arra laknak, amelyre én kint Sashalmon, ők vittek haza a kocsin, és a asszony, velem korú, majdnem velem korú asszony elmesélte azt, hogy a két unokájuk
Pest központjában lakik, és mind a kettőnek komoly torokbetegsége, illetve légzőszervi betegsége van. Orvos ajánlotta nekik, hogy töltsenek hosszabb időt vidéken, ha lehetőségük van rá, és az orvos, mikor megtudta, hogy az öreg szülők azok kint laknak Sashalmon, akkor ajánlották, hogy kettes környezetbe menjenek ki a gyerekek, legalább egy évet töltsenek ott. És nagyon szomorkodott a két öreg szülő, mert a két pesti gyerek kiment ugyan oda Sashalomra az öreg szülőkhöz, de egész nap a televízió, illetve a számítógép előtt ültek. Amíg nem, egyik napon csoda történik. Ez a nap pedig február 2-a volt, a gyertyaszentelő boldogasszony napja. A kisebbik gyerek kiment az udvarra, és kint is maradt. Kérte az öregapjától egy söprűt. Öregapja megkérdezte azt, hogy miért kell neki a söprű. Hát, hogy fel akarja söpörni az egyik fának az alját. Hát miért akarod felsöpörni a fának az alját? Mire a gyerek mondta, azért akarom felsöpörni, mert igen jó itt lenni. Sőt, azt mondom nektek is, hogy gyertek ki, mert most igen jó itt lenni. Az a fővárosi gyerek, aki életének addig részét bent a betonrengetegbe töltötte el, február 2-án kint Sashalmon megérezte, hogy fölébredt a föld, megérezte azt, hogy Mária, én itt is, bemutatta a mindenség itteni templom részébe az ő szent fiát Jézus. Hát ez a föld fölébredése. Mit tanítanak ma az egyetemeken a földről? Ma már azt tanítják, hogy mindenre használható eszköz, mindent lehet vele csinálni. Ma már azt tanítják, hogy nem is eszköz a föld, hanem áru a föld, és ez iszonyú. Ez azt jelenti, hogy a földet, amelyik február 2-án, a föld anyát, az anyaföldet, amelyik február 2-án, minden február 2-án bemutatja az ő szent fiát, kiállítottuk a sarokra stikkelni, kurvává tettük. Figyeljünk már erre oda, mert az életünk megy rá, mondom, az életünk megy rá. Ebben a csodálatos korszakban, viszontő korszakában, mert minden korszak csodálatos, de az életet megelőző korszak, a moccanások, a sorozatos moccanások korszaka, időszaka különösen áldott. Fokozatosan láttuk már minden körülöttünk, s egybe bennünk is fölébredt. Ébred a víz, ébred a fa, ébred a bukor, nászaznak a madarok, fölébred a föld, és jön a hatalmas nagy farsang, és jön a hatalmas tomboló farsang után, környezetünkben is jelen van a 46 napos penitencia, amikor halálra adja magát minden körülöttünk, főképpen a mag, halálra adja magát az ember lelkében, hogy metusétom megújulhasson. Ennek a csodája készítődik elő a vizöntő első felébe. A vizöntő második felébe pedig, feléről pedig terveink szerint majd a következő alkalommal szólunk. Így van, de van egy érdekes dolog még itt gyertyaszentelő boldogasszony, amit nem kerülhetünk meg egészen egyszerűen. Az egyik az, hogy ezen a napon jön ki a medve a barlangjából. És ez is egy hagyomány része, ugye, hogyha az árnyékát meglátja, akkor visszamegy, és akkor hosszú lesz még a tél. Tehát azért ez is egy időjósló nap is. És akkor majd meg szeretném kérdezni, hogy miért van az, hogy ilyenkor a tüzeket eloltották mindenütt ezen a napon? Régi-régi ősi szokás ez, mert az új tűzzel gyújtották meg a szentelt gyertyát. Nem tudom egész pontosan. Ez a tűzeloltási szokás, ez áttevődött a nagy hétre. Nagy sütörtökön oltják el a templomban az örökmécsest, nagy sütörtökön oltották el otthon is a tüzeket. A februári tüzeloltásnak talán az lett az oka, talán föltételezés félreértésmenség, amiről a következő alkalommal szólunk majd, a farsang vége, a farsang farka. Ugyanis akkor előlegként hadd mondom már el,
a vízöntő korszaka, a farsangi korszaka, régi embert arra késztette, és ez belső késztetés volt benne, nem intézmény adta késztetés, hogy ilyenkor megszakítsa kapcsolatát Istennel. És meg kellett tapasztalnia azt, hogy hadlám, milyen vagyok én Isten nélkül, az ő engem szabályozó törvény nélkül. Azért kellett megszakítani a kapcsolatát Istennel, hogy majd új szövetséget kössön vele azon a bizonyos csütörtökön, nagy csütörtökön. Ez hosszabban áll, mint ahogy itt tudtam mondani, de föltételezhetően ezért oltották el a tüzet, ugyanis őseink hitében a Isten tűzzel teremtette a világot, a tűzből kipattanó szikrával. A tüzet ősnek neveztük, föltételezem szerint a Isten szavunk is innen származik, hangsúlyozom, ez is föltételezés. Az ős mögött a tenszúcska, velünk rokon keleti nyelvekben fényességet jelent. Ősten, ősfény. Eloltották a tüzet, és jöhet a farsunk. És jön majd az új tűz. És megy el az új tűz, így van. És az is érdekes egyébként most, hogy így visszagondolok a karácsonyi adás és ennek a adásnak az összekapcsolása révén, hogy ugye karácsonykor beszéltünk arról, és már szó esett rögtön a legelején itt a műsornak arról, hogy az embernek mozdulnia kellett. Ugye erre voltak, igen, a regülések. Igen. Ezért itt például a regülés, igen, erre, igen, volt, hogy mozduljon, hogy abban a tunyaságban azért mozdul, kezdjen el mozdulni az ember, és most pedig a természetet bírta az ember, így ezekkel a templomban bemenős játékokkal mozdulásra tulajdonképpen. Igen. És azért milyen érdekes, hogy eljutottunk, ahogy te is elmondtad itt, a víztől eljutottunk egészen a földig. Igen. Most már nem vagyunk a földön, gyakorlatilag minden megmozdult, már minden, igen, kezd éledni. És minden előkészült arra, hogy megtörténjék az újulás. Így van. És akkor innen fogjuk folytatni legközelebb. Igen. Jó, igen. Farsanggal, így van, sajnos megint elszaladt fel az egy óra, bár én nagyon szívesen hallgatnálak még itt napokig, megmondom őszintén, mert ezek számomra rettenetesen nagy csodák, remélem kedves nézőink is így gondolják, sőt egészen biztosan. Hát a kérdésünk az volt, hogy melyik év volt a harmadik András utolsó árpádházi királyunk uralkodásának kezdete, ez pedig 1290 volt a helyes válasz. És akkor én megkérlek szépen, hogy két nevet húzzál nekem, kérdésedből a kettőt, és meg is mondom azonnal, hogy mit nyertek. A Varia Paulina sorozatnak a két kötetét, egyenként persze, az Gyöngyösi Gergelynek az első remete, Szentpár remete testvéreinek életét nyerte, olvasom. Azt mondja, hogy Bányász Krisztián, hát ő benne már sokadik nyertesünket köszönhetjük, múlt héten is ő nyert. Ugyanis, akkor a második, még egyet légy szíves. Az Aranykígyó című könyvet, Richard Gyöldnek, szintén a Maria Paulina sorozatban, ami ugye is a sorozat a pálosok életét dolgozza föl. Martinák Zoltán nyerte, ezek a nyeremények átvehetők a két hollós könyvesboltban, és van nekem még egy nagyon tisztem itt, hogy egy eseményről beszámoljak, ami most szombat-vasárnap fog bekövetkezni, ugyanis Vas Albertnek az Ember az országút szélén című regényének színpadi változatát fogják előadni Csabai János rendezésében a Magyar Kultúra Alapítvány székházában 15-én, tehát holnap 18 órakor és 16-án 15.30-as kezdette, tehát 15:30-es kezdettel. Még egyszer mondom, a Magyar Kultúra Alapítvány székházában. Ez egy nagyon nagy sikerű előadás. Az első előadáson volt szerencsém részt venni, teltházas volt és szenzációsan nagyon-nagyon jól sikerült. Több mint 4 órás 20 perces vastaps volt. A Magyar Kultúra Alapítvány székháza pedig a Szentháromság téren van az első keretben, valaki nem tud, a Szentháromság tér 6-ban. A jegyeket nálunk is lehet a két hollósban kapni, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk erre az előadásra is. Jóskácsi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is, és megbeszélhetünk erről a nagyon-nagyon fontos dologról, amit tényleg te világítasz itt meg nekünk a számunkra, azt, hogy valójában hogyan is kéne nekünk ezzel a teremtéssel együtt élni, és mint azt a műsor elején, megint csak visszacsatolva a műsor elejére, mondtam, hogy úgy tűnik, hogy azért már rajtunk kívül ezt nagyon elfelejtették.
Tehát akik ebbe az országba élnek, hál' Istennek, hogy azért van, akik tudatják, meg tudatosítják velük, hogy azért ezt lehet másképp is művelni, de úgy tűnik, hogy a Kárpát-medencén kívül ezt már nagyon elfelejtették, hogy itt másképp is lehet, más életminőségben is lehetne élni, és jobban együtt a természettel, a teremtéssel. Hát én nagyon szépen köszönöm az e-heti figyelmüket, találkozunk jövő héten. Jövő héten nagyon nagy meglepetéssel készülök, megfelelőképpen izgulok is emiatt. Hát nagyon szép jó éjszakát kívánok mindenkinek. Köszönöm a figyelmüket.